Hattuk az előterjesztést. Pécs, 6154/3 helyrezi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba adása. Polgármester úrnak nincs kiegészítése. Kérdezem, hogy van-e kérdés észrevétel. Nincsen, kérem, szavazzunk a napirendről. Lehet szavazni. Harminc igen, egyhangú szavazattal közgyűlés elfogadta az előterjesztés. Két lakásbérbeadás következik. Először Harka Máté számára művész lakásbérbeadása. Bizottsági elnök asszonynak, Kunsz Mártának úgy látom nincs kiegészítési igénye. Kérdezem, hogy kérdés észrevétel van-e? Nincs, akkor kérem szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Lehet szavazni. Tisztelt közgyűlés, 30 igen, egyhangú szavazattal elfogadtuk az előterjesztést. Sportolói lakások bérleti szerződésének megkötése, Fuchs Gábor, bizottsági elnök úr. Nincs kiegészítés, kérdés, észrevétel nincsen, kérem szavazzunk a napirend elfogadásáról. Lehet szavazni. Tisztelt közgyűlés, 29 igen szavazata, egy tartózkodás mellett elfogadtuk az előterjesztést. Az ülés vezetését pedig visszaadom Tasnádi Péter polgármester úrnak. Köszönöm. Következik a 28-as számú napi rend, melynek címe a Pécs Tímár utca 5 szám alatti ingatlan bérlésre irányuló kötbeszerzési eljárás kiírása. Előterjesztő Nyögi Lajos bizottsági elnök ura, aki jelzi, hogy nincs szóbeli kiegészítése. Megkezdem őket, ki kíván hozzászólni az előterjesztéshez. Úgy látom, hogy nem kíván senki hozzászólni, kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Most lehet szavazni. Köszönöm, megállapítom, hogy 29 igen szavazattal egy tartózkodás mellett az előterjesztést a közgyűlés elfogadta. 29-es számú napirendi pont következik. Megüresedett fecskeházi lakások pályázata, előterjesztő Nyögi Lajos bizottsági elnök, akinek nincs szóbeli kiegészítése. Önöknek van-e kérdése, hozzászólása, észrevétele? Megadom a szót Mindunkáról képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Előbb járóban szeretném leszögezni, hogy támogatjuk ezt a fajta akciót, ami a fiatalok lakáshoz jutását segíti. Úgy gondolom, hogy itt a sokat emlegetett tanulmány is komoly problémának jelöli a fiatalok helyben tartását, ez is egy eszköz lehet. Egy dolog lenne a pályázati felhívással kapcsolatban, amit szeretnék megosztani önökkel. A pályázati feltételek között az szerepel, hogy 5 éves bejelentett lakcímmel kell rendelkezni annak, aki pályázni akar. Én úgy gondolom, hogy ez kicsit hosszú idő, hogyha azt tesszük, hogy egy főiskolára járó diák is 3 évet tölt itt, tehát még legalább 2 évet ki kell húznia, hogy egyáltalán pályázhasson. Ezért javaslom, hogy ezt az 5 évet, a bejelentett lakcímhez vonatkozó 5 évet csökkentsük 3-ra, de akár azt is el tudom képzelni, hogy egyáltalán ne szerepeljen ez a kitétel a pályázati kiírásban. Köszönöm szépen, képviselő úr, további hozzászólásra nem látok igényt. Megadom a szót válaszadásra Nyögi Lajos bizottsági elnök úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Akkor Mindunk képviselő urat szeretném megnyugtatni, hogy a kérését teljesíteni tudjuk, ugyanis ez a jelenleg hatályban lévő lakásrendelet, helyi rendeletünk értelmében lett kiírva, ami a következő közgyűlésen módosul majd, hiszen állampolgári bejelentésekre reagálva módosítottuk tehát a helyi rendeletünket. Így jelen pillanatban, aki pécsi lakcímmel, ideiglenes lakcímmel rendelkezik akár egy napja is, az már beadhatja az igényét, nem csak erre, ugye, hanem a szociális bérlakásokra is.
Úgyhogy ez a fecske lakásoknál és a garzonházoknál igazából az érdekes, ahol ugye a fiatalok lakhatását próbálja megoldani, és az lakáshoz jutásukat segíti elő. A szociálisnál, de ez majd a rendelet módosításánál megtárgyaljuk, ott betettünk egy olyan kitételt, hogy előnyt élvez az, aki viszont 5 évvel már pécsi lakcímmel rendelkezik. De kimondottan a fiataloknál nem kell még a 3 évet sem, hanem az 1 napos pécsi tartózkodás is elegendő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom a szót Molnár Ferenc tanácsnok úrnak. Hát. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tehát azt szeretném megerősíteni, hogy nyitott kapukat dönget a képviselőtársam, de az a helyzet, hogy amíg a közgyűlésen nem megy át az új rendeletünk, amiről bizottságról elnök úr beszélt, addig viszont nem írhattuk ki másképp a pályázatot. Ezt viszont feltétlenül ki kellett írni, hogy addig is ne maradjanak üresen a lakások, és minél előbb ki tudjuk utalni ezeket a lakásokat a fiataloknak. Köszönöm. Köszönöm szépen, tanácsnok úr, további hozzászólás nincs. Akkor először Mindon Károly módosító indítványáról szavazunk. Kérem, hogy szavazzanak a módosító indítványról. Jó, szavazást felfüggesztem, és tekintettel, hogy nem módosító indítványnak minősül, akkor az eredeti előterjesztésről kérem, hogy szavazzunk. Most szavazzanak. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a testület 30 igen szavazattal az előterjesztést egyhangulag elfogadta. Következik a 30-as számú napirend, a Pécs Névfront utca 15/6 számú lakás megvásárlására vonatkozó teljesítési határidő meghosszabbítása. Előterjesztő Nyögér Lajos bizottsági elnök úr, akinek nincs szóbeli kiegészítése. Megkérdezem önöket, hogy kívánnak-e hozzászólni. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Kérem, hogy szavazzanak az előterjesztésről. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 28 igen szavazattal az előterjesztést a közgyűlés egyhangulag elfogadta. 31-es számú napirendi pont, Csibi János, Pécs, József Attila utca 37 szám alatti lakás megvásárlására vonatkozó kérelme. Előterjesztő Nyögérülés bizottsági elnök, akinek nincs szóbeli kiegészítése. Megkérdezem önöket, hogy kívánnak-e hozzászólni. Amelyben nem, akkor kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Megállapítom, hogy 25 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett az előterjesztést a testület elfogadta. 32-es számú napirendi pont, Horváth Attila, 33-as számú napirendi pont, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlők... Jó, bocsánat, elnézést. 32-es számú napirendi pont, Horváth Attila, Pécs, Zsolnai Vilmos utca 17 szám alatti lakás megvásárlására vonatkozó kérelme. Előterjesztő Nyögér Lajos bizottsági elnök úr, akinek nincs szóbeli kiegészítése. Megkérdezem önöket, hogy kívánnak az előterjesztéshez hozzászólni. Úgy látom, hogy nem. Kérem, hogy szavazzanak az előterjesztésről. Köszönöm, megállapítom, hogy 22 igen, 5 nem és 2 tartozás mellett az előterjesztést a közgyűlés elfogadta. 33-as számú napirendi pont következik. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlők részére történő értékesítési kijelölésére. Előterjesztő Juhász István bizottsági elnök úr, akinek nincs szóbeli kiegészítése. Megkérdezem, önök kívánnak-e hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Kérem, hogy szavazzanak az előterjesztésről. Thank you.
Megállapítom, hogy 23 igen, nemzetadat nélkül 6 tartózkodás mellett az előterjesztést a közgyűlés elfogadta. 34-es számú napirend következik. Támasz alapítvány ellátási szerződésének módosítása. Előterjesztő ismételten Nyögéről a bizottsági elnök úr, akinek nincs szóbeli kiegészítése. Megkérdezem önöket, kívánnak-e hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Kérem, hogy szavazzanak az előterjesztésről. Megállapítom, hogy 29 igen szavazattal az előterjesztést a testület egyhangulag elfogadta. 35-ös számú napirend, kisgyermek szociális intézmények gyermekotthonának férőhelyszám csökkentése, valamint bölcsődei férőhelyszám növelése című előterjesztés. Előterjesztő Nyögéről és bizottsági elnök úr, akinek ez sincs szóbeli kiegészítése, önöknek kérdése, észrevétele, hozzászólása. Nincs, kérem, hogy szavazzanak az előterjesztésről, most lehet szavazni. Köszönöm, megállapítom, hogy 22 igen, nem szavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett az előterjesztést a közgyűlés elfogadta. 36-os számú napirendi pont következik, megemlékezés dr. Antal József halálának 15. évfordulójáról, előterjesztőként szóbeli kiegészítés sem nincs. Megkérdezem önöket, kívánnak-e hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Kérem, szavazzanak az előterjesztésről. Most lehet szavazni. Megállapítom, hogy 29 igen és 1 tartózkodás mellett az előterjesztést a testület elfogadta. 37-es számú napirend következik, Szabolcs emlékpark használatának ügye, előterjesztő Juhász István, a gazdaságbizottság elnöke, akinek nincs szóbeli kiegészítése. Megkérdezem önöket, hogy kérdésük, észrevételük, hozzászólási szándékot nem látok. Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Köszönöm, megállapítom, hogy 32 igen szavazattal egyhangú döntés született. 38-as számú napirendi pont, Pécs Vasas D utca 46.830/3 helyrezés számú ingatlanon Bányász emlékpark kialakítása, előterjesztő Juhász István bizottsági elnök úr, akinek nincs szóbeli kiegészítése. Megkezdem, hogy önöknek kérdés, hozzászólásra nem látok igényt. Kérem, hogy szavazzanak az előterjesztésről. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 13 igen, 2 nem és 12 tartózkodással az előterjesztést a közgyűlés nem fogadta el. Ezzel a nyilvános ülésünk napirendi pontjainak a végére értünk, több napirendi pontunk nem lévén. Megköszönöm a figyelmüket, elköszönünk a Pécs TV nézőitől. A nyilvános ülés bezárom, ezt követően néhány perc technikai szünet után a közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Kedves nézőink, újabb, ezúttal 87 millió forinttal toldották meg a Pécsi 2010 Menedzsment Központ idei költségvetését. Az ügyben egyébként elég feszült vita alakult ki, több politikus azt szorgalmazta, hogy valamilyen formában számoljon el a központ azzal, hogy miért fogyott el idő előtt a pénz. Mészáros András főigazgató a mai ülésen azt mondta, a közgyűlés ne szóljon bele szakmai kérdésekbe, a Menedzsment Központ hadd dolgozzon a legjobb belátása szerint. Az EKF vezetője kultúrált párbeszédet kért a várostól.
Ma érintették a középiskolák átszervezését is. A tervek szerint jövőre összesen 7 darab 9. osztállyal indulnak kevesebb, ami egyben azt is jelenteni, hogy 9 pedagógus álláshely szűnik meg a pécsi gimnáziumokban és szakközépiskolákban. Az intézkedést ismét a gyereklétszám csökkenésével indokolták. A közgyűlés megszavazta a városi labdarúgó stadion 56,5 milliós felújításához szükséges 31,5 millió forintos önrészt. A vitában elhangzott, nem a futball kapja a támogatást, hanem maga az intézmény. A pénzből egyebek mellett új székeket vesznek a stadionba, kicserélik a kijelzőt és felújítják az öltözőket. A vita itt főleg azon folyt, hogy kell-e milliókat költeni a VIP szektorra, székek kárpitozására és a büfére. Mától egyébként Nyőgéri Lajos, az MSZP frakció vezetője, ezt Kablár János a tisztség eddigi betöltője jelentette be a mai közgyűlésen. Döntését azzal indokolta, hogy egy évre vállalta a tisztséget, ez az idő pedig már letelt. Kedves nézőink, közvetítésünket befejezzük, a közgyűlés most zárt ülésen folytatja tovább munkáját. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm szépen, viszontlátásra!